Egyedülálló mentor programban segítik a 40 év alatti tehetséges középvezetők és vezetői karriert tervező fiatalok fejlődését. A részletekről dr. Zolnai Juditot, a Zolnai Consulting Management partnerét, a Menedzser Szövetség elnökségi tagját és Hegedűs Ákost, a Linde Gáz Magyarország ZRT vezérigazgatóját. Kérdezzük, csókolom, jó reggelt, jó köszönjük reggelt, szépen, hogy beszélgethetünk erről. Judittal már nem először, vagy én legalábbis nem először. Ugye ön a pályafutása során folyamatosan mentor programokban vesz részt, mint mentor. Azt teljesen egyértelmű, hogy fiatalokba fektetni mindig jó. Na de hol jön ez vissza? Hát aki részt vesz ilyen programon, az számára egyértelműen ez egy befektetés. Mindig azt szoktam mondani, hogy ha semmi más nem teszünk életünk során, mint önmagunkba befektetünk, tanulunk, képezzük magunkat és inspirálunk, az a létező legjobb befektetés. Gyakorlatilag abból lesz az előző téma szerint majd egyébként bevétele is valakinek, és így tudja növelni azt a tudást, amivel sokkal piacképesebb. A mentorprogramok zömét úgy képzeljük el, hogy általában a fiatalokhoz szeretnének szólni, vagy nekik szeretnének segíteni, de ez a mentorprogram most egészen más, ez a masterclass, ahol 40 éven feletti vállalkozóknak, vagy olyan embereknek szeretnének segíteni, akiknek még nem tudom, hogy mi az, amit el kell sajátítaniuk, hogy sikeresebbek legyenek. Mi az, amit el kell sajátítaniuk? Mire van a legnagyobb igény? Hát először is még azt szeretném elmondani, hogy fel kell arra készülni, hogy életünkben 3-4 alkalommal váltunk akár karriert is. Tehát ma egy 40 éves korosztály, az egy fiatal korosztály a munkaerőpiacon, és nagyon gyakran váltanak például multivilágból vállalkozóvá, vagy vállalkozóval mennek vissza vállalatok felé. Úgyhogy ebből a szempontból nem lehet azt mondani, hogy lineáris manapság egy karrier. Amit én azt gondolom, hogy ebben a programban egyedülállóan tud a Menedzser Szövetség az, hogy az összes mentornak 10-20-30 éves tapasztalata van, többen voltak már különféle pozíciókban, felsővezetőként, vagy akár vállalkozóként is, és én mindig azt szoktam mondani, hogy ha valaki mentort választ és mentorálásba vesz részt, akkor nem szakmai tudást tud elsajátítani, hanem egy életmódot, egy szemléletet, egy olyan megközelítést, amivel egy új perspektívát kap, és be tudja építeni saját megközelítésében, ami mindig egy beszűkült megközelítés. Miközben ön beszél, Ákos egyébként bólogat, nem lelkesen, de határozottan bólogat, és egyetért az elmúlt. Hogy néz ki egy ilyen mentorálási folyamat? Meséljen, Ákos, mi a legizgalmasabb része? Hát a mentorálási folyamat a mentorprogramban szóval 6x2 óra időtartamot jelent arra, hogy a mentor a mentivel tud találkozni. Ennek nincs kötött kerete, tehát ez lehet online, személyesen, ez gyakorlatilag egy beszélgetéssel indul, és attól függően, hogy ez a vállalat vezető, vagy ez a vezető milyen elakadásokkal, vagy milyen helyzetekkel szembesül, gyakorlatilag ezeknek a helyzetnek a kibeszélése történik meg ezeken az egyeztetéseken. A legizgalmasabb rész talán a tapasztalat átadás, és az a helyzet, amikor látja a mentor az, hogy általa mentorált kolléga, az milyen fejlődésen megy keresztül, és a megbeszélt helyzetekben hogyan tud máshogy viselkedni, mint ahogy eddig viselkedett. És nyilvánvaló visszajelzés kapni és visszajelzés adni pedig mindig egy jó és nagyon pozitív dolog, és talán ez az egyik legnagyobb előnye ezeknek a mentorprogramoknak, hogy tapasztalatot és visszajelzést lehet adni és kapni egymástól. Igen, ez nagyon fontos, hogy mi a legpozitívabb hozadéka egy ilyen mentorprogramon való részvételnek, és ki az, aki jelentkezhet, milyen feltételei vannak a jelentkezésnek? Hát ugye két része van, vannak a 40 év alattiak, illetve a 40 év felettiek. A 40 év felettieket hívjuk a masterclassnak. Itt tulajdonképpen az életkor az egyik feltétel. Egyebekben én azt gondolom, hogy mindenki olyan fontolja meg, aki karrierben gondolkozik, aki vállalkozásban gondolkozik, aki növekedésben gondolkozik, és aki elfogadja azt, hogy egy perspektíva helyett, ha kettő nézőpontot egyesít, és két gondolkodást tesz össze, akkor avval mindig előrébb tud haladni. És jobban meg tudja érteni a környezetét, nem beszélve arról, hogy senki nem tud egyedül vállalkozást csinálni, a munkavállalókat, a partnereit, az ügyfeleit, én azt gondolom, hogy ezeket mind be tudja építeni. Tehát egyrészt az életkor, a tanulni vágyás és a nyitottság az, hogy egy másik nézőpontot is megismerjen. Mi az, amiben lényegében eltér a 40 év alatti és a 40 év feletti mentiknek a képzése?
Véleményem szerint nem tér el lényegében egyik sem. A mentorálás fogalma, gyakorlatilag a tanulás, a karrierfejlődés, a szakmai fejlődés támogatása. Talán a tapasztalat az, amiben eltérhet a részfevők tapasztalata, hogy kinek milyen elakadása van. Vállalatvezetőként, saját példaként tudom elmondani, hogy számtalan olyan helyzetben lépek bele, amikor dönteni szükséges, és egyedül vagyok a döntésben. Ilyen helyzetekben azt gondolom, hogy nagyon-nagyon hasznos dolog az, hogyha meg tudom vitatni ezt a döntési helyzetet bárkivel, és ahogy a Judit is mondta, több nézőpont alapján egy stabilabb döntést tudok meghozni, illetve ebből még tudok motiválódni és inspirálódni, hogy hogyan tudok még jobb lenni, hogyan tudok még jobban fejlődni. Fogunk még a témáról beszélgetni, ebben biztos vagyok. Meddig lehet jelentkezni még, azt mondjuk el? 6 nap van hátra, tehát visszaszámlálás van. Én nagyon bízom abban, hogy az a pár hely, ami még van, az nagyon gyorsan be fog telni. És talán még egy dolgot mondanék az előző kérdésre, hogy én pályakezdő koromban az első mentorommal azon dolgoztam, hogy elhiggyem azt, hogy vidéki lányként vihetem valamire, ami a fejembe benne volt. Aztán, ahogy haladtam a karrieremben, és ezt látom azokban a fiatalokkal is, akikkel foglalkozunk, mindig van egy pont, amikor valahova elérünk, és utána kell valaki, aki hisz bennünk. Igen. Aki ránk néz, és azt mondja, hogy ez neked sikerülni fog. Én ezt még nagyon erősen hozzátenném, hogy anélkül, hogyha valaki nem lát valaki kívülről, és őt nem hisz benne, nem biztatja, akkor nagyon nehéz egy bizonyos szint után egy karrierlépést meglépni. Nagyon szépen köszönjük, hogy befáradtak hozzánk. Köszönjük szépen.